Irina Venediktova ukrán főügyész közösségi oldalán arról számolt be, hogy azonosítottak egy újabb orosz katonát, aki a gyanú szerint háborús bűncselekményeket követett el Kiev megyében. A főügyész tájékoztatása szerint Anton Struyevről, az egyik orosz gépesített század parancsnokáról van szó. Az ukrán hatóságok szerint a századparancsnok társaival együtt elfogott és fizikai erőszakot alkalmazva kihallgatott két fegyvertelen civilt a Kiev megyei Mokrec faluban. Utána megparancsolta nekik, hogy vetkőzzenek le, és bezárta őket egy pincébe. Az ukrán főgyész kiemelte a század parancsnok a harmadik katona ugyanabból az orosz dandárból, akit meggyanúsítottak háborús bűncselekmények elkövetésével. A két másik a gyanú szerint, Bogdanyivka faluban bánt kegyetlenül egy hadifoglyal és egy pappal.